Végleg bezárják, visszavonták a kanizsai állatmenhely működési engedélyét. Rózsaszín séta, a merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet ma délelőtt. Cápa suttogó. A szakértő szerint számos negatív sztereotípia terjed a cápákról. Jó estét kívánok, Szabó Fanni vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója október 18-án pénteken. Jönnek a részletek. Azonnali hatállyal visszavonták a nagykanizsai élettér állatmenhely működési engedélyét. A szervezetnek jelenleg 30 napos határideje van arra, hogy kiürítse a telepet. Ellenkező esetben akár 1 millió forintos büntetésre is számíthatnak. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, még 2024 áprilisában röppentek fel először azok a lejárató állítások, amelyel a menhelyet működtető, valamint a gyepmesteri feladatokat ellátó egyesületet támadták. Az akció vélhetőleg egy magát állatvédőnek való csoporttól indult. Egy az állategészségügyhöz beérkezett feljelentés miatt már korábban is tartottak vizsgálatot a helyszínen. A fő kifogás jelenleg egy szennyvíz elvezető csatornarendszer hiánya. Hiányosságokat tapasztaltak, és felszólítottak bennünket a hiányosságok pótlására. Kérték az intézkedési tervet, hogy milyen határidőkkel tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Mi megadtuk, ők meg nem fogadták el. Tehát most durván másfél hónapot kaptunk a betonozásra, a szennyvíz elvezetésre és az egész karbantartásra. Tehát ennyi idő alatt mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Mondtuk is, fellebbeztünk, nem fogadták el. Tehát maradt ez a durván másfél hónapos határidő. Az elnök hozzátette, a szükséges fejlesztés tervezése folyamatban van. A kiírt szeptember végi határidő helyett azonban kivitelező hiányában csupán december végére tudnák befejezni a munkálatokat. A 30 napos kiürítést jelenleg elképzelhetetlennek tartja a vezetőség, hiszen minden társszervezet teljes létszámmal működik. Ha azonban ennek nem tesznek eleget, súlyos következményekkel kell számolniuk. Meg leszünk büntetve, pénzbüntetést kapunk, 1 millió a felső határa, gondolom, hogy mi ezt fogjuk kapni, mert itt a jó szándéknak nyoma sincs. Sajnos, úgyhogy csak azt nem tudom, ha azt kifizetjük utána, mi lesz. Tehát akkor ugyanúgy fennáll a probléma. Meg tudjuk csinálni ezt a szennyvízelvezetés, ugye most a fő gond, ami nincs még készen, a tervek folyamatban vannak, de hát ilyen hirtelen nem tudtunk leakasztani mesterembereket, tervezőt, stb. Mindenkinek dolga van, nem erre vártak, hogy nekünk most azonnal itt munkába álljanak. Varga Károlyné hozzátette, hálásak lennének, ha lenne olyan vállalkozó, aki az említett munkálatok sürgős elvégzésében segíteni tudna. Kerestük a határozatot meghozó hatósági állatorvost, aki a kormányhivatalhoz irányította stábunkat. Innen írásban kaptunk választ, melyben közölték, július 15-én kaptak bejelentést a menhelyel kapcsolatban, ami után 18-án már meg is tartották az ellenőrzést. Ezután adtak határidőt a hiányosságok javítására, amit az utóellenőrzés nem talált megfelelőnek. Arra, hogy a határozat visszavonható-e, a hatóság mindenben segítette, a megoldás megtalálását nem kaptunk választ. Járási fejlesztési alapokba irányíthatják a helyi iparűzési adó egy részét. A napokban a tervezetről már Varga Mihály pénzügyminiszter, Tálai András a pénzügyminisztérium államtitkára és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is beszélt. A felvetés szerint jelentős összegeket vonnának el a településektől, amikre aztán külön kellene pályázni régiók szerinti elosztásban. Régóta rendszeres ellenzéki kritika a Fidesz kormányokkal szemben az önkormányzatiság csorbítása. Először a Népszava írt arról, hogy a helyhatósági választás eredményei hozhatták magukkal ezt az ötletet, amely ismét megköti a települések lehetőségeit. A tervezet alapján ugyan Nagykanizsa járási központ lehet, viszont a pályázatok elbírálásához kétharmados többség kell. Ha Nagykanizsa egy szavazatot jelent, jól lehet lakosságszámra 70-80%-a mondjuk egyébként ennek a régiónak, akkor is többiek ugye azt tesznek ezzel az elvont pénzzel, amit ők akarnak, független attól, hogy mondjuk Nagykanizsa város, amit akar. Ez két szempontból is aggályos. Az egyik szempont az, amit legutoljára mondtam, hogy a döntésekben nem a lakosság szám arányosan fogunk esetleg beleszólni, ma még nem tudjuk, de lehet, hogy így lesz. Ez azért problémákat vethet fel. A másik jelentős probléma, hogy ebből a pénzből az infláció miatti különbözetet is biztosítanák az önkormányzatok. Ugyanakkor biztosan nem számolnak előre ezzel az összeggel, így mindez a 2025-ös költségvetések kialakítását is nehezíti.
Tulajdonképpen itt a szabad felhasználású forrásainknak a célzott átcsoportosítása fog. Ha szerencsénk van, akkor forintálisan talán nem járunk sokkal rosszabbul, de nem szabad felhasználású forrásaink lesznek, hanem meghatározott beruházásokra, pályázatok útján használhatjuk. Tehát biztos, hogy szűkíteni fogja az önkormányzat mozgásterét. A téma kapcsán nemrég a Szabad Európa azt írta, Navracsics Tibor a Pest vármegyei polgármestereket megpróbálta összehívni, de annyian fejezték ki nem tetszésüket, hogy a miniszter inkább lemondta a fórumot. Jól működő népegészségügyi szűrővizsgálat áll rendelkezésre ma Magyarországon, melyet azonban csak a társadalom csekély százaléka vesz igénybe. Hangzott el azon a pénteki programon, ami a mellrák elleni küzdelmet hivatott népszerűsíteni. A Medgyaszélyházban tartott különleges alkalmon az egészségtudatos étkezés, a mozgás, az önvizsgálat és a szűrővizsgálat fontosságára irányították a figyelmet. Ne dugjuk a homokba a fejünket, vegyünk részt a szűrővizsgálatokon, melyek akár életeket is menthetnek. Ez volt a fő üzenete a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete mellrák elleni rendezvényének. A jelenleg 79 fővel működő közösség a Megyaszai Házban tartott eseményével és sétával hívta fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. A rózsaszín sál maga mondja magáét, tehát ez a felhívásnak a jelképe országosan és világszerte is, és mi erre vagyunk büszkék, hogy ezt viseljük. Mi körülbelül 15 éve, említettem, hogy tartjuk ezt a sétát, és megbeszéljük mindig a dolgokat a klubba is, az egyesületünkbe. Orvosokkal konzultálunk, egymást segítjük, és egymást is biztatjuk arra, hogy hova menjél, mit csináljál, és segítséget adunk egymásnak. A rózsaszín szalag egy olyan jelkép, amit nem lehet letenni, mert mi érintettek tudjuk, hogy ez megtörtént, és ezt nem lehet elfelejteni. A résztvevők közül sokan szembenéztek már a korral, így a jelenleg is küzdő és a már meggyógyult betegek kiállása a példa a megelőzés komolyságára. Cakó Lászlóné két bőrrák után is jelentősnek tartja a rózsaszín sétát. Nekem azt jelenti, hogy figyelmeztessük azokat, akik nem mennek el a szűrővizsgálatra, és főleg azt, hogy meg lehet gyógyulni a rákból pozitív hozzáállással, és a Napfény csoport segítségével bárkit szeretettel vár a nap. Ma Magyarországon működik az egyik legjobb népegészségügyi szűrőrendszer, mely azért lényeges, mert egyre fiatalabb embereknél jelennek meg a daganatos betegségek, hangsúlyozta az eseményen Brünner Szilveszter. A Kanizsai Kórház főigazgatója kiemelte, számos térítésmentes szűrővizsgálat áll az emberek rendelkezésére, melynek kihasználása nem csak az egyén, de a család és a társadalom számára is fontos. A nők között a leggyakoribb az emlődaganat, évente 5000 esetet találnak, melyet nem mindig időben fedeznek fel, mondta az orvos. A számok azt mutatják, hogy a népegészségügyi szűrővizsgálat keretein belül beívott emlőszűrésre beívott hölgyeknek csupán 30-40%-a jelenik meg. 50-70 éves kor között az az életkor, amikor a leggyakoribb valószínűséggel fordul elő emlődaganat. Sajnos azt látjuk, hogy egyre fiatalabb korban jelenik meg, tehát a jövőben valószínűleg ki kell tornunk ezt a határt fiatalabb korra, de ez az az életkor, amikor egy nem megterhelő vizsgálattal biztosan ki tudjuk mutatni azt, hogy van egy olyan kezdődő betegség, amit a megfelelő terápiával meg tudunk gyógyítani. A megelőzés fontosságát hangsúlyozó beszédek és a kulturális programot egy közös fotózás követte, ami az összetartozást jelképezte a gyógyulást szimbolizáló rózsaszín léggömbbel. Az eseménynek helyet adó Megyaszai Háztól aztán a résztvevők zárásként elsétáltak az Erzsébet térre. Zenés táncos délutánnal ünnepelték az idősek napját a MOL Bányász Nyugdíjas Klub tagjai csütörtök délután a Boke Kodály Zoltán művelődési házban. A résztvevők nagyon fontosnak tartják a közösségi összejöveteleket, így ezen a programon is szinte teljes létszámmal jelen voltak. A MOL Bányász Nyugdíjas Klub egy város szerte ismert társaság. Minden rendezvényen képviseltetik magukat, mint például a közelmúltban lezajlott idősekért Nagykanizsán ünnepi héten. A sportnapon idén is kiváló eredménnyel szerepeltek. Házon belül is több összejövetel tartanak, az egyik ilyen az idősek világnapjának közösségen belüli megünneplése. Idősügyi szervezet révén nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényünket. Éves szinten is az egyik legkiemelkedőbb rendezvény. Lehet látni a
látogatottságból is nagyon szépen összejöttünk. A tagságnak körülbelül 75-80%-a jelen van. A tagok nagyra becsülik a közös programokat. Sokan közülük egyedülállóak, özvegyek, így a közösségi élményeknek különösen nagy jelentősége van számukra. A klub dalos csapata, a Mamik dalkör elnöke úgy fogalmazott, számukra igazi boldogság egy-egy ilyen esemény. Ez egy vidám társaság, úgyhogy nagyon szeretik, hát mindig zenével vagyunk, hát a táncot azt imádják, úgyhogy ez ehhez a naphoz is hozzá tartozik. A tagok túlnyomó része 70-75 év feletti, de a táncparkettet most is benépesítették az idősek világnapjának ünneplése alkalmából. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Fehér barátok, a pálosok történetéről tartottak előadást Kiskanizsán. Cápa suttogó, a szakértő szerint számos negatív sztereotípia terjed a cápákról. A közel-keleti helyzet és annak veszélyei címmel tartott előadást csütörtökön Nagykanizsán Gyarmati István nagykövet. A biztonságpolitikai szakértő a Nagykanizsai Zsidó Hitközség meghívására érkezett városunkba. A nagykanizsai zsidó hitközség tagjai rendszeresen tartanak összejöveteleket, nem csupán vallási ünnepekkor. Kulturális programok és hasonló előadások is zajlanak évente több alkalommal a főúti épületben. A csütörtöki programra nem véletlenül hívták meg Gyarmati István nagykövetet. Érdekel bennünket, hogy mit mond, talán többet tudunk meg, mint az újságokból és a tévéből és a rádióból, és szeretnénk, hogy minél többen tisztában legyenek a Izrael helyzetével. Az ilyen programokra szükség van, ugyanis több évtizede, mióta Izrael megalakult, azóta nincs béke, mondta stábunknak Finálli Péter, a Mazsihisz elnöki megbízottja. A környező arab országok tengeri közepén van egy kis nép, gyenge 10 millió, körülbelül 1,5 milliárd tengerében. Nagyon nehéz békét tenni, béke muszáj, hogy legyen, mert enélkül a zsidóság elveszik. Nincs más alternatíva, meg kell védjék magukat, de nincs jó lépés. Én is izraeli állampolgár is vagyok, úgyhogy értem 2 évet Izraelbe, hogy pontosan saját bőrömön tapasztaltam az egészet, úgyhogy ez egy nagyon... Európából nézve azt hiszem nem is lehet igazán megérteni. A közel-keleten most nagyon régóta nem látott helyzet állt elő, mondta a biztonságpolitikai szakértő. Gyarmati István iránt és a mögötte álló hatalmakat, valamint a terrorszervezeteket is említette, melyek részt vesznek a konfliktusban. Régóta tart mindez, ami azt jelenti, hogy Izraelt egyre nagyobb teher nyomja, fogalmazott a szakértő, kiemelve azt, hogy Izrael mögött áll az Egyesült Államok. Most az a helyzet állt elő, én azt gondolom, és ami fontosabb, az izraeli miniszterelnök is ezt gondolja, hogy most le kell számolni ezekkel a terrorista szervezetekkel, és hogy most ennek itt van az ideje, és itt van a lehetőség. Ugye ezek már évtizedek óta támadják állandóan Izraelt, és hát egyszer véget kell vetni ennek. A biztonságpolitikai szakértő kitért a közel-keleti helyzet veszélyei mellett annak összefüggéseire, valamint megoldási lehetőségeire. A témáról bővebben lesz szó közérdekes című magazin műsorunk következő adásában. A Vándorecset képei című festménykiállítást mutatták be csütörtökön a HSMK-ban. Gabriel Stellarosa fantasy témájú alkotásai november 8-ig tekinthetőek meg a színházterem előcsarnokában. A megnyitó a Kanizsai Kulturális Központ és a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetek közös eseményeként jöhetett létre. Az érdeklődőket Szőke Rózsa, az átmeneti szálló és éjjeli menedékhely vezetője köszöntötte. Elmondta, mintegy 2 év állnak kapcsolatban az alkotóval, akinek számos festménye díszíti már az intézményeik falait. Gabriel egy fantasy festőművész. Nagyon érdekesek a képei, amit én mondjuk soha korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy egy fantasy festmény engem megfogjon. Hát ezt most így személyesen közelről megtapasztalhattam. Nagyon szeretem a képeit, és talán az én számomra a legmegfogóbb az a képeiben, hogy elképesztően színesek, gyönyörű színesek, és imádom a színeket, tehát engem már ezzel lenyűgözött. A festő képein számos kultúra hatása érződik, munkájában igyekszik a világutazása során megismert mitológiai motívumokat megjeleníteni. Kiemelte, a festés munkafolyamata számára nem egy megtervezett dolog, mindig az ösztöneit követi. Én leülök és festek. Aztán, hogy mi alakul ki belőle, az nekem is meglepetés. Tehát én nem képzelek el, én nem alapozok, én nem használok vázlatot, én ecsettel dolgozok rögtön, és ami születik belőle, és akkor utána tudom, hogy
ez egy kelta, ó, ez egy japán, ez ennek a mitolog, tehát nincs tervezés nekem, ezzel sose volt probléma. Én imádok festeni, úgyhogy mindig tudnék, mindig. A köszöntők, valamint német Ferenc Hegedű művészjátéka után az érdeklődők megcsodálhatták a színesebbnél színesebb fantáziavilágba kalauzoló alkotásokat. Az egyetlen máig létező magyar alapítású szerzetesen a Pálosrend történetében nyújtott betekintés Sudár Anna Mária Fehér Barátok című előadásán csütörtökön a Móri Zsigmond Művelődési Házban. A program célja az olvasás népszerűsítése az országos Széchenyi Könyvtár állományának bemutatásán keresztül. A Pálos olvasókönyv a Pálosrend és az országos Széchenyi Könyvtár együttműködésével jelent meg 2023 végén, és bekerült az olvasócsaládok elnevezésű programsorozatba. Magyarázta az előadás ötletének eredetét Sudár Anna Mária. Mint mondta, személyes szálak is fűzik a pálosokhoz, hiszen munkája mellett mintegy másfél évtizede dolgozik velük, de Zalának is van kötődése a rendhez. Vannak települések, amelyek őrzik az emléküket. Mostanában sokat hallani Zalacsányról, vagy a zalamerenyei Pálos Malomról, és hát ide érkezett az a kiállítás, amely eredendően a Nemzeti Múzeumban volt, és amely most Zalaegerszegen látható februárig. A Pálosrend története fontos részét képezi a magyar kultúrának, és ahogy Sudár Anna Mária fogalmazott, mindenkihez szól, akit foglalkoztat a múlt. Hozzátette, az előadáson olyanokról beszélt, amikkel a többség már találkozott a tanulmányai során, de vannak részletek, amikre az iskolapadban nem derült fény. Hadd mondjak erre egy példát. Mindenki tudja, hogy II. Józsefet kalapos királyként emlegetjük, de azt már kevesen tudják, hogy egy pálos szerzetes nevezte el így, jelesül Ányos Pál, aki egy versében nevezte meg így nagy düvel és nagy energiával azt az uralkodót, aki nem koronáztatta meg magát a szent koronával. Ezek olyan rejtett kapcsolódási pontok Sudár Anna Mária szerint, amik a pálosok történetét mindenki számára érthetővé és befogadhatóvá teszik. Hogyan ne egyen meg a cápa? 30 év a cápák között címmel tartott előadást Halász Károly búvár csütörtökön este a Halis István Városi Könyvtárban. A szakember segítségével a közönség számos érdekességet megtudhatott a porcos halak etológiájáról. A nagykanizsai származású búvár gyermekkora óta rajong a cápákért. Az állatok iránti szeretete miatt szaktársai a cápa suttogó becenevet adták neki, hiszen évtizedek óta kutatja ezeknek az állatoknak az etológiáját. Halász Károly, becenevén Kárló számos előadást tartott már az évek során. Ezekben saját történeteivel igyekszik megcáfolni azokat a negatív sztereotípiákat, amelyek a rendbe tartozó fajokat érték. Én szeretném bemutatni a valóságot nekik, ami nem ez. Ezek a csodálatos állatok egyáltalán nem veszélyesek ránk nézve. Mi nem vagyunk az ő természetes táplálékuk, mi egyébként abszolút nem jelentünk rájuk veszélyt, csak nyilván bizonyos dolgokat nekünk is be kell tartani, viselkedésformákat velük szemben, tisztelni kell őket, és akkor gyakorlatilag nincs probléma szerintem. Számos programon vehettek ma részt a leendő piaristák a Kanizsai Intézmény nyílt napján. Az érdeklődő 8. osztályos diákok az iskola tanulóinak segítségével nyerhettek betekintést az oktatás különböző területeibe. A piarista iskola minden évben tart nyílt napot, ma délelőtt 4 különböző programmal készültek a leendő diákoknak, akik csoportokra bontva betekintést nyerhettek a dráma tagozat munkájába, a biológia és kémia oktatásba, a nyelvtanulásba, valamint az Erasmus program részleteibe. Varga Zsuzsanna igazgató elmondta, ahogy a korábbi években, úgy idén is nagyon sok érdeklődő diák és szülő látogatott az intézménybe, akik a nap végén lehetőséget kapnak, hogy visszajelzést adjanak a programokról a szervezőknek. 3 felé dobhatják be a kis sorsjegyüket, amivel reggel 4 csoportba osztottuk őket. Van egy mosolygós smiling, egy egyenes szájú, tehát egy ilyen semleges arc, és egy lefelé görbülő szájú smiling, és akkor miután távoztak a vendégek, meg szoktuk számolni, hogy akkor ki hova voksolt, és annak alapján levonjuk a konzekvenciákat, hogy esetleg kell-e valamit változtatnunk. A nyílt nap különlegességét adta, hogy a látogatók nem a tanárok, hanem a diákok előadásai által ismerkedhettek meg a piaristák oktatásával. Dencs Tíme a vendégek kíséretében vett részt. Úgy gondolom, hogy tényleg aki ide jön ebbe az iskolába, akkor úgy fog távozni, hogy hogy nem csak egy iskolát, hanem egy egész közösséget hagy hátra. Nagyon sok lehetőséget kínál,
ilyen a dráma, vagy egy Erasmus program, ahogy például itt vannak a németek is. Ürmösi Attila 3 évvel ezelőtt még érdeklődőként vett részt a nyílt napon, ma pedig már piarista diákként fogadta az érkezőket. A programok sokszínűségét ő maga is kiemelte. Nem csak a tanárok vesznek részt ezeken a bemutatókon, hanem próbálják minél jobban a diákok szerepében bemutatni a dolgokat, és diákok mesélik el nekünk a dolgokat. Varga Zsuzsanna hozzátette, tavaly is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a nyílt nap kapcsán. Mint fogalmazott, mi tényleg azt akarjuk megmutatni, ahogy tényleges módon zajlik nálunk a munka. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbokat egy-egy mondatban. Végleg bezárják, visszavonták a kanizsai állatmenhely működési engedélyét. Rózsaszín séta, a merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet ma délelőtt. Cápa suttogó, a szakértő szerint számos negatív sztereotípia terjed a cápákról. Ez volt a Kanizsa TV híradója október 18-án pénteken. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a kibeszélő extra Tar Mihályal és vendégeivel. Híréket megtalálják honlapunkon a kanizsamediahu oldalon. Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!